Na, Liza ide húzta a téli cipő állományokat. Győszi téli cipő. Úgyhogy hoztam, hát és ezek sáros, nem tudom, csak bedobáltam ezeket, úgy emlékszem, egy dobozba. Úgyhogy, igen. Ez itt tuti kicsi. Tuti. Hát 25-ös. Nem tudom, próbáld meg, Liza. Van rajta zokni, jó, oké. Jó, akkor megnézegetjük, hogy... Én nem tudom. Most nézem így Facebook csoportokban, látom, hogy így görgettem a Facebookot, hogy csizmákat keresnek meg, téli overallokat az anyukák, úgyhogy hát akkor itt az ideje. Nem ezt akartam, a hosszú ujjú felséget akartam átnézni ma, de ez itt teljesen új, az Alexi, ugye megnézzük, hogy jó-e rá, vagy elég nehéz ez a cipő egyébként. Tök nehéz, pedig ilyen ilyen jó kis első lépésziket, de mindegy, megnézzük. Akkor Lizával kezdünk. Megnézzük a... Hát szerintem ezek meg 24-es, az biztos, hogy pici. Jó, akkor ezeket így kipucaválom, aztán csinálok belőlük egy csomagot majd. Ez egy ilyen... Nem megy rá? Nem. Kicsi? Kicsi. Jó, akkor... Hát gondolom egyébként, hogy a téli tavaszi cipőjétök már azért kicsik. Jó, akkor ezt kipucoljuk. Ez egy Geox. Akkor van egy ilyen... Ez biztos, hogy kicsi 24-es, megkeresem a párját, aztán átnézzük, az elállt biztos, hogy kicsi, bár 30-as, na meglátjuk. Mainak most 29 és fél 30-as, na ezt próbáld föl. Hány fok van? Hány fok van? Na meglátjuk. Igen, ez amit csináltattunk cipő, és hát szóval ilyen magyar készítő csinálta, és a minőséget azt inkább hagyjuk, így mint a radírgumi, úgy lekopott a talpa. Úgyhogy, hát, nem tudom. Alexnak egyet-kettőt elteszek, de ami ilyen nagyon kertben használt, azokat nem. Hát, ezt kitesszük majd. Egyébként egy gyönyörű szép Next csizma volt, de hát sajnos így lepergett így egy picikét az óráról meg innen, de... Kiteszem aztán majd, ha akarják, elviszik. Ha nem, nem. Akkor ez mekkora? 25-ös. Hát én szerintem ez azt hiszem, hogy Eco csizma. Aha, Eco bájom. Ez egy nagyon-nagyon jó minőségű csizma. Kipucoljuk. Várja. Cipők terén a Next annyira nem. De ahogy hallottam, úgy nagyon másnak sem. Jó, ezt nem pucolom ki, ezt kiteszem a kis ilyen adományos szatyorba. 29, ez szerintem már Noénak sajnos kicsi lesz. Jaj, ez micsoda. Kecsua, na nézzük. Ez 30. Na, meglátjuk. Nagyon furcsa egyébként, hogy még nyár van, és végre jön vissza jó idő. Augusztus 12 van, és téli cipőket nézegetünk át. Nem gondoltam volna, milyen? Hát, hogyha a másik lábadra vetted volna, föl lehet, hogy nem nyomna ez a... Hát ez ennyi szóval háp-háp. Jó, igen, ez kicsi, ez tutira kicsi. Igen. Jó, hát szerintem megint az lesz, hogy csinálok egy csomagot belőle, hogy Lizának a téli cipője, aztán ilyen tényleg, mit tudom én, 3-4 ezer forintért fölteszem, és akkor megy Vintidre. Az előző ilyen csomag is egy percen belül. Mit csinálsz? Ne csinálj! Gyere, te is ám kicsikém, nem úszod meg a próbálkozást. És csak vett fel, és szülesed a 30-asokat, a 29-es se nem is kínozva. Ezt a 30-as próbált fel, hogy fel tudod-e venni, jó? Beállunk! 28-as, na ez Alexnek kell megnéznünk, hogy jó-e. Ez volt neked való. 30-as, na. Jaj, itt a párja, jó van. Annak a párja, miért raktam meg vissza. Jó, aztán ez 24-es. Oké. Okay. Új, ezt de szerettük. Ezt nagyon szerette Noé, ezt a cipőt. Ez egy North Face. Igen, North Face.
Face, ezt nagyon-nagyon szerette. De szerintem ez egy 29 és feles. Hát... Jól izelnek akkor ez. Ez most így még úgy kényelmesen jó. Már veled mi újság? Gyere ide, hozd itt a lábadat, anya megnézi. Gyere. Gyere. Jó, most ne lépjél. Jó, ez tökéletes szint. Á, ez bőven jó. Itt van a lába valaha. Jó, oké, mehet be a dobozba, jó? Na, milyen? Jaj, de nagyon sietsz. Állj meg egy picit. Gyere ide, anyához. Jó, mutasd, anya. Jó, oké, szuper. Akkor kimossuk azt is. És marad. Mindent kimossunk, és marad. Jó, Alexnek kell megnézni ezt a csapdában. Ezt a kettőt Alexnek. Ezt hát felpróbáltad, ha nem, akkor én ezt kirakom a kuka mellé, szintén. Ezt nagyon nem szerettem, ezt a cipőt. Ez szerintem meg már tavaly is szűkös volt neki, úgyhogy ezt akkor azt... Ezt a Vilni bácsitól kaptam. Ezt a cipőt. Valószínűleg... Nem tudom, ezt is kiteszem. Dobom. És jó neki, mondjuk 30-as, csak nagyon kis szűkös, azt hiszem, és ennek ez egy széles és magas aláfél. De még jó neki. Na, ezt szeretem, gazdaságos gyerekek vagytok. A patlizi az egyébként kell még rád. Jó, akkor ezek puceva. És apa, akkor ez egy 29-es. Na, akkor most már kíváncsi leszek. Alexnek ezt a kettőt kell megnézni, meg még van bent a gardróbban egy 27-es, talán azt is akkor megkérdezi, egy 28-as. Jó. Ez is jó! Nem mondod komolyan, de nem jó lábadra vetted. Le se tagadhatnátok a kezdet fölé, Ciliza, oda a mikróra. Köszike. Na? Erre a lábadra is jó? Aha. Mutasd. Tényleg jó. Itt van a lába. Aszta! Na hát te egy gazdaságos gyerek vagy. Gratulálok. Akkor neked... Jó, most még jó augusztusban, aztán meglátjuk, hogy szezonban, majd olyan október környékén milyen lesz. Jó, vett fel. Akkor legalább benne egy játszós cipőt összre. Mert ez nem bélelt, ez egy ilyen full bőr cipő, de sajnos az anyagválasztás az nagyon nem volt itt. Ragasztva lett az orra is, így levált az egész. Nem jó, erre vegyed. Te nem látod, hogy az úgy kifelé kéne állnia? Mert tépőzze... Kicsi? Nem. Oh, Istenem! Na, vegyed! Tuti nem kicsi? Tuti. Akkor nőjönnek minden cipő. Pedig kinőttél egy csomó cipődet. Szandálokat, a Govis szandált kinőtted, az ilyen itthoni játszó szandált kinőtted, úgyhogy a lábad az nőtt, úgyhogy nem tudom. Úgy nőtt. Ja, akkor tavasszal, vagy tavaly ilyen csónakáztál a cipőkbe, vagy? Ja, hogy a zoknil, a vastag zoknil. Alex, mit vert le? Ő csak játszik. Ja. Az a egyéb. Ő van gyűrödben nyelve. Nekem a minden cipő jó. Minden cipő jó, te egy gazdaságos gyerek vagy. Melisa, neked viszont ez egész nem jó. Egyetlen egy olyan kis játszós fekete csizma maradt, azt meg kitesszük. Kiviszem el mindjárt a garázsba, a szatyorba. Nőt, hogy nőni kell. Uh-huh. Igen. Ex? Nem megy bele? Jó nagy nekünk pedig, de szarosság. Neki is? Nem. Mert úgy hozban jó lenne, csak ott szűkös valahogy a beítás. Akkor ne. Neki pláne ne. Hát ahogy így ki fordítja a lábait, az pláne ne. Jó, akkor ezt elengedjük, oké? Ez teljesen új cipő, jó? És akkor nézzük ezt a tavalyi csizmáját. Ja, Istenem! Nem? Hát itt már sosem volt egyszerű rájuk adni.
Na, hát, hogyha így kell feszíteni, akkor hagyjuk. Nem, akkor nem jó, ha ennyire kell feszegetni. Ez azt hiszem egy 27-es, hát akkor ez is valószínűleg már kicsi lesz neki. De akkor viszont Alinak kell vennünk cipőt télire. Neked kell. Neked nem. Egyelőre. De ha ennyire kell nyomni, akkor ne, akkor ne csináld. Jó. Akkor... És méretben jó lenne, csak neki is. Na, de méretben meg bőven jó lenne. Igen, csak nem nehéz ráhagyni. Ez mindig is ilyen volt. Ez a típus, meg ez is. Ez mindig is ilyen volt, hogy így nem lehet belebújtatni a lábát. Na, de hát most így fogod mindig csavargatni a lábát, kizárt. Nem. Ezek nem jók, ezek a fajta. De mindegyik ilyen egyébként, nem? Mind ilyen, hogy itt így. Így van a kialakítása, hogy így egybe van az egész a nyelvével, és ez a rész annyira szűk, hogy nem tud ráfordulni a láb. Hát akkor Alexi, nem tudom, mi lesz veled. Egyelőre akkor nem tudom, hogy hol keressek neked való pipőkét. Ott ment el. Ó, oh, pont anya, mire kiért. Már elment. What? Már elment. Nem hívjuk vissza. Én mindjárt Tiszának szólok, hogy ez mindig az ő feladata. Ennek a két gyönyörűséges virágnak elvinni a kis elvirágzott szirmokat a komposztba, vagy ő mondja a kompótba, de a komposztba igazából. Úgyhogy... Nem kell levágni ezt most, ezt csak így el kell vinni. Ez csak egy fuvar lesz a komposztba, jó? De a Liza, ezeket már leszedegetjük. Mit csinálsz? Lovagolsz, de óvatosan, jó? Finoman. Szépen, jó? Na, ezek itt megint megindultak, úgyhogy kell nekik egy támaszték. Szólsz majd a Lizának, Léci, hogy jöjjön ő is ki? Liza! De hát így én is tudok. Menj. De itt jön már, jó van. Felkiabáltál neki, fel van a szobájában. Úgyhogy... A szobában! Igen. Hát de most tök jó idő van, nem tűz ide a nap. Simán tudtak játszani itt a mancsokkal. Jó, na. Itt lehet menni a kompótba. Gyönyörűségeket itt megpucolgatjuk. De óvatosan a Lilivel, jó? Nem tudom, hol vagytok, de óvatosan, jó? Azt meg ki kéne már dobni azt a csúnyát. Már úgyse fogtok azzal játszani szerintem idén. Szétszakadt az a medence egy 5 perc után. Ahogy ugye csúszdáztak. Hello! Hozzá egy vödröt, légy szíves! Homokozó vödröt. És akkor ezeket létszi majd vidd el a komposztba, jó? Az a nagy vödör is jó, Liza, ami ott van. Nincs benne víz? Van. Akkor mindjárt keresünk valami vödröt neki. Ott még néz egy csomó van. De nyomkodod majd le a kezeddel. Szóval itt van a három kis bébike. És az elméletem szerint majd én ilyeneket ide veszek, így júniusban, akkor lehet őket általában kapni, és akkor így itt végigrakom, és akkor ilyen szép nagy dúsak lesznek. Na, hát ez egy picit így megdölt. Így lassan augusztus közepére ugyanilyen kis, hát jó, azért nem ugyanakkorák, de aprókák maradtak.
Szóval maradunk az Ald is ilyen szép nagynál, ami meg aztán gyönyörűen terebélyesedik, és akkor majd meglátjuk, hogy... Lili! Gyere ide! Te vagy a lovag, ő a lovad. De óvatosan, jó finoman. De óvatosan, jó, nekem el ne törd a gerincét. Elég a puszedőnek a kezelési költsége, jó? El ne törjed, szépen, puhán, finoman, jó? Jó, jaj, rászállt valami pókháló. Ó, megint van mit vagdosni a növényekről, most nézem. Lesz meló. Látod, itt a kis növényeket megint... Áp, Lili, a kezel! Milyen meló? Hát a száraz növényeket megint le kell vagdosnunk. De nem vagdostuk meg. Hát ez mindig ilyen, ez folyamatosan cserélődik rajta a szép virág. Na, szóval cukik a kicsik, csak kicsit több idő kell, mint kettő hónap. Június, igen, augusztus, kettő hónap. Picit több kell neki, hogy ilyen gyönyörű nagyok legyenek. Aztán meglátjuk, nem tudom, hogy anyukám egyébként bevitte a konyhába az övét, de hát az nem volt ekkora. És ő el tudta teleltetni, tehát ő neki még a télen a konyhában is virágzott. De ez hova rakom a nappalival? Nem tudom, de gyönyörű. Tehát tényleg csodaszép, és amióta megvettük, az volt a gyönyörű. Folyamatosan ontja a virágokat, úgyhogy valamit ki kell találni. És a garázs nem jó, mert a garázsban sem fény nincsen, és általában elmarad a locsolásuk, vagy hát egy késik, megkésik a locsolásuk, inkább úgy mondanám. Mit csinálsz, babám, így? Jaj! Vagy egy csomag? Oké. Okay. Lili, odébb egy méterrel, és ki kéne húzni azt a pockot onnan, jó? Ami itt, tessék. Igen. Igen, az ő, a te kannád a locsolja, igen. Szóval gyönyörű, és jó lenne ezeket most már így átvinni a jövő nyárra. Na, Liza, emlékszel, hogy hogy kell? Levágjuk, és oda bele. Ennyi. Nagyon ügyes vagy. Liza a növényfelelős. De valahogy nagyon szárazak ezek, nem? De nem? Mondjuk ott van? Nem, de itt meg igen. Lehet, hogy ennek kell egy kis plusz. Mert most meg tök esős idő volt. Ezeknek van sok víz a terült, de az... Azt nem érzem annyira. Nincs. Ja. Ja. A cipők versenyt futnak, a cipők egy része mosógépben, itt egy rész vár, és itt pedig már elkezdtem, amit ugye nem lehet gépbe tenni, így kisikálni, és ezek pedig már készen vannak. Ez volt olyanak a tánccipője, úgyhogy ezt hát vagy Alexnek, vagy a Lizának, de elteszem, tehát a Lizának is ugyanilyen tánccipője volt, csak rózsaszín csíkokkal, csak azt kinőtte. Úgyhogy csak ez 27-es, és ő neki most 26-os kell, úgyhogy ez már a következő lesz. Majd szerintem télen nő bele, és akkor van egy fekete, ami szerintem Alexnek majd tökéletes lesz őszre, úgyhogy ezeket elteszem nekik. Jó. Okay. Többit pedig akkor most így kimosogatom, most, hogy már megint jön vissza a jó meleg, úgyhogy akkor meg is fognak száradni gyorsan. Na, ezeket vették ma Liza és a Laci. 292
9 forint egy ilyen kis könyvecske volt, most megint kaptunk 20%-os kupont, úgyhogy azt lehetett ráérvényesíteni. Nagyon szeretem, tök könnyű így felkapni, akár orvosi rendelőbe, de ne kell oda menni, akár itt tudod, ilyen utazás, autóba, nyaralásra is vittünk ilyet, szóval imádjuk ezeket a kis trixi könyveket. Micike kis testvért kap, kis cica kalandjai. Elolvassam neked? Micikének a kalandjait? Lecuki! Ott van egy méhecske szabadnapja. Teste is egyébként egy-egy ilyen mesét át szoktunk olvasgatni. Nagyon kis aranyos, és ők is kezébe is elfér. Ilyen 4-5 éves gyereknek simán, vagy pedig amikor majd tud olvasni, akkor is így magának majd tudja olvasgatni ezeket a meséket. Sophie és Boti naplója. Tüskés Tóni úszni tanul. És van még egy feledékeny medvebocsok. Megvan! Ott megy! Anya most elcsípte. Na, Alex, neki fújjak a nóziát. Liza, ez kicsoda? Apa. Ez apa? Igen. És miért ilyen pöttyös? Hát, mert ezek a szülei. Jaj, ez nagyon cuki, Liza. Hurkának. Lerezolt hurkát is? Mutasdám le. Hurka, nézd, itt van apa. No. Érdekes? Hát ez csúcs, Liza. Ez nagyon jó. Érdekes. Most készülök én. Na, és csoda, hogy nem áll égnek a hajam. Ez anya? Igen. Ekkora szemeim vannak? Igen. És az orrom egy kis pötyi? Uh-huh. De fülig ér a szám. Jó, nincs fülem. Jut eszembe. Az mi? Szemöldököm is van, igen. Megvan! Van fülem. Ez anya? Uh-huh. De cuki vagy! Nagyon ügyes vagy, Liza. Ez tök jó. Nóti. Jaj, ilyen nagy gülű szemem van. Hát ez csúcs.